Tässä isin. Päivät tojasostista, salata, huonon. Tänään kinä vaan kysyt vä. Se on Katrin Eepu. Pytimää! Mäljämää! Tuo on félölmätös. Sitä belek varmög nincs. De tett ez ebbe a habba. De ez mi? Meggyarakás! Ez meggyarakás. Semmire nem jó. De jó. Csinált a testvérem. Már van szeletkék. Meggyarakás! Ja, meggyarakás! De hogy meggyarakás? Hát az tűz. Mi? Akkor! Égjél meg a tűz. Égjél meg a gyöpő! Hogy meggyarakás! Tényleg mi ez? Fonott kalács. Na? Tejbe. Igen. Cukros tojás. Véletlen elkötötte a pészt. Tényleg. Fahéj, tetején meg legfár és folyáshat. Tényleg jó elkötötte, mikor 10 000-rel ment el otthonról. 5 000-et adtál most oda neki. Ez tegnap 10 000-rel ment el otthonról. Megjarakás. Na szóval rakta. Mert kérdezd meg tőle. Ja, nem tudták gondolkozni mostan. Elfelejtettem. Ja, mi van ezen, gesztenyepüre? Talán fújtos. Akkor? Alma, szobd meg a Jani faszát. Na, megszopom, igen, de akkor mi van ebben a receptben? Na! Akkor most milyen? Mondtam már. Na, volt itthon 4 szelet kenyérje a macinna. Belenyomkodt a vízbe, kifacsálta. Milyen vízbe? Cukros tejbe volt és tojássárgával. 2 rohadt almája belekarikázta. Nem tudom még mit tett bele. Fahéj, alma. Finom. Lekvár és tojásfehérje. Olyan semleges ízű. Anyának viszel? Á, nem. De szereti. Szereti? Jó. Nem olyan rossz. Fonott kalács van benne, meg piskót, baba piskóta. Egyiket sem érzem. Kenyeret érzel. Halljak meg! Ilyen semleges. Milyen beszédő. Olyan, mint a murogoly. Na, hát az is jó. Ahán fognyílásod van, mind bement valami. Még jó, hogy az enyém jó szorosan áll, de még úgy is belement. Csúnya, jel. Csúnya, vagy -e? Ki az? Ceglédi vagy, dehogy. Na. Nyáslapáti. Pispokladányi. Nyáslapát. Kenyérmög. Lubáre! Ki a lubár? Hát te ki mondja? Milyeneket írnak? Hát mi? Anyám. De ez most melyik adott? Té, Duna TV. Halljak meg a kutyán, csupa kárszagú. Menj ki! Duna vőt. Hű? Tényleg van az az adásod, ami nekem? Amit van. Mondtam. Nem, mondtam. National Geographic. Nem, az, az az új adó. Az nincs. Akkor van. Új adó. Olyan jó. Jó? Küldtem egy kérést, hogy nem bírtuk bevenni egymást, inkább kilépett. Hogy legyenek itt egy kicsit aljasok, most miért nem jó?
Ez most melyik műsor? Ez a Dunavör. Ez a TikTok. Minek ez? Nem, ez a TikTok. Minek ez? Ja. Láttál mániát, hogy a körmömnek a teteje legyütt? Hogy legyütt? Ja, Puti. Meg van építve azért. Jaj, de fain. A zselére. Nekem meg tegnap telibe ez így levette. Hogy a mágasztól? Azt akkor haladta meg csupa alga zöld. Ja. Az sose volt a Csabi fiókjában van. Ajjaj. Ja. Blubáré, azt tudod ki írja? Kína, a legnagyobb blubár. Az Area, tudod ki az anyja? Nem. Ja, tudom. Nem tudom. Műköröm kell beszélni, meg nem tudsz. Az a baj, hogy te tudsz. Azért kéred a segítséget, hogy osszalak meg minden. Ki nem? Ez? Hát ki az anyja, Pikács? Ez az. Hát ki? Nem. Mindig azt mondja, hogy elnézést engem. Hát, most akkor meg mire haragszó? Engem. Na. Mindig. Százszó üzensz hát a macival, meg minden. Hogy valaki főtöri. Hát. Főtöri neki a... Akkor nincs is mire haragudjál, picsáddal. De jó van. Tól érdeklődve. Állíts le magadat. Nem volt igazad soha. Mi bajod van a lánya? Most nem bírok amúgy, halljak meg szólna neki a kürt. Az anyjával külön világot élnek. Nem ráérnek. De akkor mit kötözködik itt? Ne említsed, mert kit érdekel, hát én hol említem? Nem, majd még én leklámozom őt. De? És szokott követni a feleséged a YouTube csatornámon? Hát akkor biztos. Jó vagyok. Manikert tesód van, itt ül mellettem én. 7 év után gyűjtem én ki. Túl nagynak sikerültem, amúgy ikrek voltunk, csak én még benn maradtam hétvégén. Egy jó 7 éve. Hétvégén. Mondom, hogy a fiókjában van. Nincs is fiókja. Nem, nektek van. Hát nekem van. Na, ha azt mondom, hogy fiók, akkor ne a szekrénybe keresd. Hányadik póc? Azt nem tudom, még mindig fiók. Hát hányadik póc? Tavén, baktálé! Baktálé, tavén! Hát ilyen vizes kenyeret almával, fahéjasom. Nagyon rossz. Nagyon jó. Tényleg fahéjka is van benne, érzem. Annál ide! Keresd meg a fiókba! Jó volt, he. Nem szeretük ennyi kenyeret. Ez nem is kenyér, hanem fonott kalács. Még babat is kóta. Hülyeség. Mángarakás. De nem ilyen a mángarakás, Maci, leszopjalak. Halljak meg, ha ilyen a mángarakás. De csúnya van. Mit csinál? De tényleg? Na! Az ember jó szívvel készít, ide rakja. Nagyon finom lehet, nem kérjük a receptet. Háj, nem! Nagyon finom. Hát milyen lenne? Finom, he! De még van belőle egy nagy tepszíve. Persze, elfogyott az egész. Jó. Olyasmi, mint a málkrémes kenyér. Ne szívje! Inkább viszok egy jó sört. Miért? Nem ettetek még? Nem így, hogy szét van ázva, he! Ez már 3 napos. Meg hát a tejet rá kell csúrgatni. Hát jó. Na hát akkor hogy? Ropogjon. Nem így. De szeretem a mackómat, Istenem. Nincs ma sztori. Ez a sztár magazin. Kumplis tészta, az szép! Halljátok,
Azt hittem kumpis tészta. Milyen okos nézőid vannak. Hát most mit? Tiszta észkombány mind. Az a jó, de jó picsád van, Niki. Szopjalak le. Észkombány. A kutyámnak több esze van. Nézd a kutyámra, nézzél rá. Jaj, a kutyámra nézzél, már tiszta, okos. Milyen okosabb is tőled, az biztos. Okos feje van. Életem. Három nap alatt nem fogyott egy gyönge finom löhet. Most érlelődik, cicám. Nem az, hanem nem mentünk ki rá. Nem bírtam, na. Halljak meg, kirakja. A szterfereit kimenni csak karácsonykor érte. Az már karácsonykor nem is kell sütnie. Nagyon aljasak vagytok. Kihord mindent a szín alá. Hova? A szín alá. De te se vagy normális, ha beléptél, és be is írtál. Nem görgettél tovább, hanem ide jött, és beírsz. Mit játszod a picsádat? Figyelj nekem, ha valaki nem jön be, én rá si lépök, hogy mit mond, görgetek tovább. Te meg ide írsz, mert le akarsz szopni. Ha meghalsz, te is értem. Fogadjunk mindent tudsz rólam. Olyan vagyok, mint a győzikeső. Habi, de utálom, azt mindent tudtak a faszáru. De utálom! Azt mindenkit lekötök, úgy néztök, nem? Még akkor is a kurtok. Ah, jó van, nézem a Rozit. Vagy előtte, vagy utána, valaki még közbe is. No, de jó fejök vagytok. Faszom lenne, már mind mögkerél nálak benneteke. Mint a Brando. No, halljak meg, egy is szerelmesek vagytok belém. No, mit tudok kínálni? Átoperáltatom már magamat. Jó van, ú? Megkeresett 500 millió. Kicsoda? Ja? Hát? Nem bolondám az. Jurassic World. Sziasztok, sziatok! Nem gyűnt ki. Van kő. Vágjam le. Hát nem jól mondom, hát hogy kell beszélni az ilyenekkel? Amúgy is az igazat mondom. Hogy szoktam én kokavélni, de? Szoptasson maga száját. Hagyjátok már, ha nekem valaki nem tetszik rá, se még nem, majd még hallgatom, hogy mit mond. Azt akkor még odaírjak, nem? Fönn van a beken, akkor kijön már be. Vagy most én, hol van a nagy táskám? Tegnap elkötött ki bandi 10 000-et. Igen, hol a pénzed? Mondd már meg, hogy már máma megint kérté. Mi van? Várjál! Apranyi! Most miért hozol nekem ennyi aprót? Hát miért? Akkor, ahogy mész haza az Aldiba, bemész bagetté, zsömléjé, vagy ami kell neked, meg a Jászminnak fánkokat. Jó. Visszahozod a többit. Hol a táskám? Ott a fánk, vidd el! A nagy Dior. Az itt Csabi is hozott egy csomó fánkot. Minek annyi fánk? Hát nem bírom már megint behívni, hát küldtem neki az előzőleg... felkérést, most megint itt nincs. Jó van, akkor kitött el a táskám. Itt ülök rajta, a pusztulatba. Kitött el a táskám. Háj, pusztulat! Mellényemben van. A retróba, hol van? Jó van, Bandi, nem érdekelsz. Na, hol van? Azt se tudom, hol van a mellényem, kész. Miért nincs kulcsod, mondd meg? Hol van a mellényem? Ott volt a mellényed. Volt. Hol van? Nincs meg a mellényem. Megyünk mesztelen haza. Jó van, minek a mellény? Hol anyád mellény? Édesanyádat esetleg. Azt a szép anyádat, a madárijesztőt. Ez magyar. Jászmin, ez magyar. Melyiknek van szophatnákom? Hát jó. Akiknek sérül. Melyik hagyjad, már ne beszélje így, hát kit érdekelnek. Most kigyűn be.
De mi tűnik el a beke? Ha egyszer már be akartam hívni. Vedd le róla ezért. De hát nekem nincs itt. Na. Hiába még van, nem tudok mit csinálni. Hallod, főfele nézünk. Még főfele néz, hallod? A himnusz nézi, Dilójé. Hát akkor most átkolódik. Akkor most átkolódik, mert nem bírtam bemenni hozzá. Jó, de azt tiéd, hogy Isten áld meg a magyar. Hát persze. De vannak fánk. Hát van egy 995. Aftyú kul, már ennyien vannak. Na? Ki? Ennek a pusztulatnak szóljál be, kis getikere. Ki az? Hát egyfolytában ezt így, hát mit érdekel engem, mert ha hagyj írja. Anyádat is szoktak fel. Ütett még mái napi. Fú, de rossz ez a fánk, Rózsi! Jászmin azt teszi. Nem, ez izé fánk. Töltöv. Mi, magyaros? Nem, sima, de albáni, azt érzed rajta az albániszt. Hogy albáni? Ugyanaz. Fagyasztó íze van. Sziasztok, sziasztok! Hogy tudja meg a világ? Há? De én hol görcsölök velük? Emezök ki a bánok be, hát engem hol érdekel? Én bírom az ilyen dumát, he, lepereg rólam, mint az eső, he, takonypócok. Lehet, hogy már 100 éves vagy, de még nem értél be itt, itt vagy-e? Hum vagy, anyáddal, apáddal ott vagy. Anyu, bolond, de... Egyébként a PSG Oli, vagy hogy hívják, ugyanolyan, mint mi, de mikor szerepelni kell, akkor gatya. Na, én már a bárt faszom kutya. Ja. Hiába, hogy nem fogad volna. Jó van, akkor most gyűjjön be az aranyszemek, akkor gyűjjön be a Leila, akkor gyűjjön be a Kamimó. Itt hát az aranyszemek. Nem a maszt, a másikat akartam mondani. Nézd meg, elfelejtöttem, hogy hívják? Lorenzo. A Lorenzom gyűjjön be, meg a Rolandom. Na ez ők valamelyik gyűjjön be most. Ha gyűjt, megint felöltöztél már Roland. Gyere már! Hogy gyere már! Hum vagy már! Te tízd meg ki ezt a börtönsütös csávót! Engem nem érdekel. Persze, hogy érzed a finom illatodat, de te lesékül hajúnod, érzed a dögszagot. Szádbú is kurszaggyümög alúrú is. Vagy helyet cserélt a szád a seggődgyukával. Inkább. Azt az egyet nem vállalnám a való világot, de tovább minden adás műsort vállalnák, tetszenek az ilyen játékos feladatok, de a való világ a legaljas műsor. Soha nem szerettem, soha nem néztem, és nem vállalnám. Millió késő. Én vállalnám. Én nem. Én vállalnám, hajt, mert minek megbasz. Az ki is kerül szégybű. Kit érdekül? Be, ha ja, be vagyok rúgva ilyen tőle. Be, hülye gyerek. Be. Még a Top Josh. Még ha berúgok, meg berúgok. Mi között van hozzá? De ha berúgok, belerúgok a picsádba. Azt is tudod. Még józanul is. Honnan dobta ki, hülye gyerek? Nem baj, hogy nagy leklám voltam. Még kidobtak. Honnan dobták ki? Kidobtak. Vedd már figyelem, hogy nekem volt a leghosszabb videóm, meg minden. Meg kimeheted be telefonnal. Senki más. Na ki? Te szerinted? Maga egyszer valami rossz háromszor nem összül bele, vagy te igen? Mögösszöd azt utána mondod, hogy nem jó, mondj még. Na, erről is ennyi.
az irítség fájmunk, nem tettek róla hely. Ha vissza a temetőbe keresnek. Ketrin, pakolj be iskola táskába! Most! Hol vagyok? Részök vagyom. Csupa részök. Nem főztem, tegnap rendeltem ezt is, azt is, és még maradt, azt tettem. Ügyél zsíros kenyeret. Ennyi. Mit mutatsz a rántott húsod? Rántott hús mutatod. Mutasd meg a jó süteményedet, anyu, de jó volt. Mutasd meg. Nem rossz. De még frissen sincs. Maci, szobába kiabál, ki átkozódik. Magyarul beszélj, kérlek. Már hogy beszélek? Menj, fogj egy fordítót, azt akkor legyél vagány, hogy te fordítóval hallgatsz engem, ha annyira szeretsz. Nem megéri? Az jó, jó sok. Ha nem megéri? Kulacseri becsicskúta, mondja anya. Szép estét mindenkinek. Hát nincs. Hát akad, de nem ilyen sok. Keti, még egyszer nem szólok, hogy pakolj be az iskola táskába, és mehetsz fűzni. De azt kiraktam otthon. Te Beke! Na, szia, drágám, végre sikerült. Na. Egyen meg a szívedet, nagyon örülök, figyelj, de nálog, hogy egy picit kikészültem, ahogy meghallottam, hogy nem akartam bejönni, figyelj, de milyenek azok, egyem a szívedet? Ez ilyen nincs. Annyi hazug, mocsok ember jó van itt, hogy csak uszítanak. Eddig kerestük! El ne higgyed nekik, mert én folyamatosan jelöltem, meghívást küldtem, meg nézd meg, hogy üzenetet is írtam. Azt nem én tudom, nem egyen meg a drága így. Szép szíveteket, drága szép gyönyörű testvérkeim, hugicáim, figyeltek ide, öreg cigán vagyok, már tudjátok jobban, de viszont nagyon szeretlek és imádlak benneteket, hát amióta. Szerinted bemék én valakihez, akit nem szeretek? Ha. Biztos, hogy nem. Megmondom őszintén, ha nem lett volna feleségem, már rég a színházba mentünk volna megnézni a hegedűs a háztetőnt. Itt mondom, hogy összezenem velem. Ne szenektek! Akkor, de hát van a nekem is, uram, tudod? De most ezzel nem mondtam semmi rosszat. Nekem van feleségem, neked urad. Hát mi lett volna, ha nincs? Na, akkor hát milyen lenne a világ, nem? A milyen lenne a világ, esküszöm, figyeltek ide. Mi lennék a TikTok? Így is a TikTok tárja magam úgy. Így is, úgy is, tesó. Ennyi. Egyen meg a drága szívedet, szép testvérem. Na. Kérdezhetek egy két dolgot, mert amúgy én nem tudom, hiába követlek, és nem tudok rájönni arra, hogy honnan jönnek ilyen fenomenális, és tényleg jó, most ugye cigányok vagyunk, mind a ketten, és nagyon sok roma is van itt, ilyen fenomenális dumák, alapból vagy... apu ilyen volt. Ránézett valakire, vagy beszélgettünk, ott kész, vége volt mindennek. De a családban csak én lettem ilyen. Na. Igen. És ez nem a limodál... tudom magam visszatartani, akár hol vagyunk, nem érdekel semmi. Na. Nem is kell visszatartani, létszés velem is, figyelj, de próbáld meg azt hozni, azt a formát, mert szeretném is, hogy meg a szívedet. Én azóta mondom, hogy Limo Dáné. Én azóta azt mondom, hogy... Akkor miért nem repültél már nekem egyet? No! Hát most nem sokára lesz, igen. Csak hát tudni kéne... Tudni kell azt, hogy hova valósi vagy, testvérem, ne haragudjál. Nagykőrösi vagyok. Nagykőrösi, legyetek szerencsések. Akkor nagykőrösre fog menni majd a szám, ugye?
Jaj, de legbajda vagy, je! Az még jól is áll! Köszönöm szépen! A nagykörösre megy a TikTok királynőnek, úgy jó? Úgy, szuper! Köszönöm, drágám, előre is! Szia, bátya! Én is imádlak! Áldjon meg az Isten benneteket, nagyon kedves téged emberek is, meg a családod. Tudod, melyik videókat szeretem, mikor benn vagy a fodrászüzletben, azt így rúgsz így körbe. Meg milyen jó zene szól alatta. Jó, meg fogom úgy is csinálni, figyelj, de tehát úgy is megcsinálhatom egy olyan videót. Elküldetek neked privibe, hogy csak neked megy ez. És mit tudom én, hogy ne legyen félreértés, persze trikóban ez a Van Damme táncot, nagy hassal. De nekem a Van Damme az ideálom, de sajnos a Van Damme-ból nem lakik jó a nő. Abból nem lakik jó, nem még a Van Damme-ból, de még az olyan palikból se. Tehát ugye sajnos nem. Én nekem olyan nagy hasam van, legyen meg a szívedet, hogy azért kaverázok innentől. Mert de ottan... jó légy cigány ember, meg jó légy cigányasszony, így néz ki. Nyitálágyom meg, ez így van, tényleg komolyan mondom neked. És tényleg minden egyes live-odat, annak ellenére, hogy én is ugye TikTokos vagyok, én mindig nézem, és... Én is szoktam, én mindig írtam neked, de nem láttad, mert mondj, nálad is sokan vannak, és mindig, mert vagy elfordulsz, vagy valamit, és pont te elpörögj. Miért cigarettázó ennyit, bátya? Ennyi spanglicis! Még jó, hát akinek jó megy, az szívja, amilyen van. Igen. Nem kell beosztani, igaz, bátya, egy óránként szívsz, vagy kettő? Én nem tudok beosztani, legyen meg a drágok a szíveteket, de tudom, hogy ez lesz, hogy még itt nem úgy cigaretta, szóhoz nem fogok jutni, de ez a jó de az egészben, te. Semmi gond nincsen. A testvéred is ott van, hogy akit ketten live-oztok. Ő azt most a szobában van, ő a testvéremnek a lánya. Nagyon nagy, testvér, ott vége, mikor ketten vagytok. Szeretném, nekem minden álmom, tehát sokan kérdezik, hogy mi az álmom. Nekem az... Mit mond? Hallod, bátya, anyu meg állandóan téged utánoz, főz, az te kezd repülni, de se unkul, semmit úgy nem. Úgy repül a maci, hogy beszarsz. Az a tanul, legyőzöm a beke bátyát, az így így csinál. De halljak meg, még az irénycsi tudja legyőzni, olyan. Egy tömegöt nem tud megjegyőzni. Hát, legyen meg a drága szíveteket, most már live-ozhatnánk azért így ezért hetente egyet, hát még kettőt, jó, mind egyre sűrűbben, hát miért nem jó? Egyre sűrűbben jön a testvéred, repelünk együtt, táncolunk. Hát ne, hát azon behúgyoz mindenki, ahogy az repül, esküszöm. Mi a jó? Amúgy is szeretni a testrom, ha valaki felfedezné, mert... Csarról nem tud magyarul, de cigányosi, de még nem gyűjtem rá, hogy milyen nyelvön beszél a tesó. 5-6 nyelvöt beleszokott Danón egy zenébe, az már jó? Jó, ahogy én kettőt szoktam. Egy zenét összemixöl 5 zenére. Az igen. Az a jó, akkor már legyőzött téged. Hát engem akkor lefigyelj, mert egy zenére beszélek két véleképpen, nem 5 zenére, 6 véleképpen. Szerintem a csúcsornak se pörög úgy a nyelve, nem? Nem. Biztos vagyok benne most már. Most már biztos vagyok benne. Hát most akkor majd mikor lesztek live-ba, így, hogy meghallgassuk ezt a rappet? Hát gyere, Máti! Gyere ki, te fekete néger! Meddig ülsz a vécén? Eddig ül a vécén! Várjál, már azon mindjárt álljon fogva, tudod, itt én vagyok a főnök. Tudom, ki meri azt mondani, hogy nem. Már az én live-omban is te vagy, azért mondom, hogy jól van. Merjön már szólni valaki. Senki, ugye, Budapesten nagykörű. Úgy szírtől rúgom, hogy kinyúlik bárki. Mondom, tesó, tudok ám karatéba, sima lávlés.
Simalom lesz. Ha van ilyen nyelv, simalom lesz. Igen. Azt sem tudom, mit mondtam, de jó van az úr. Érted, de nem baj, jó hangzott. Ugye jó hangzott? Jó. Simalom lesz, mert a Ruki for something. Ezt szoktam mondani, hogy ne haragudjon meg, aki perfekt, halljak meg, ha tudom, hogy mit mondtam, de jó volt. Jó volt. És mikor én mondom looking for something, azt sem tudom, mit jelent. Á, semmi. Úgy szoktam nevetni, mondom, most ez mit mond? Nem tudom, én sem haladjázok. De te is kitalálsz mindent. Persze, persze. Úgy a jó. Most miért nem gyűsz ki, te álljadék? Álljak meg, elment tetováltatni a száját, az toallat, mint az a... Szétkeréltás! Mint a privát Szabina ígyal! Donát kocsa! Rá! Ráillek már a szájára, Bekém! Te újné! Szia, királyom! Szia, testvére, megyem a szívedet, szia! Én mindig szoktálak nézni, és beírok neked, mindig szoktál nekem válaszolni. Tényleg. Igen? Hát, azt mondta meg, hogy azt hitte, hogy az az Irénke. Nem igaz. Nem igaz amúgy. Ja, előbb mondtad. Nem igaz, halljak meg, mint apám. Tudod, hazudik ám, vigyázzál ezzel a nőve. Nagy indián nő. Indián. Az az igazi, aki törzsfőnök, szó? Igen, nem? Igen. Na. Na most drága szép testvérem, mert a húgaim vagytok, mert én már vagyok, vagy 60 éves, vagy annyira kinézek. Nem, 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 nem vagy ti annyi. 50. 50? Na most nem szégyeled el magad, te Jáncsik. Na most hozd ki a szemorványodat, Bettyő, mennyi? Jól a szemorványod. Hol van a szemorványod? Miért a szemorvány? Hol van a szemorványod akkor? A szemem? Mit? Szemérigazolványod? Szemorvány. Én nem tudom, hogy... Don Juan! Ezt rendben, hogy szemorvány! Apám, szemorvány. Mit tudta a személyi igazolványt, hogy itt szám, hol van a szemorványom? Mondom, apu, az mi? Jó, így fogom mostantól mondani, szemorvány. Na, most bocsánat. Elvisztek a rendőrök, nagyér! Bocsánatot kérek, Csajszik. Én ezt kikérem magamnak, hogy 50 évesnek is tituláltak engem, ne ragudjatok. Lehet, hogy ti még öregebbek vagytok, mint én. Honné? Ja, az biztos, észileg, tesó. Nem bűsz vele, halljak meg, kilő engemet, rögtön, jó van. Pedig még be sem szoktam pirosodni, amúgy, de na. Jó. Na most itt na. Tényleg ki hány éves, szabad tudni azt? Esküszöm, elmondom én is. Szemorványomat megmutatom. Mondd meg te! Megmutatom a szemorványomat, halljak meg. Onnan fogjátok nézni. Zsarja, hogy mondja? Nem mutasd hello. Meg! Báter, hány éves vagy? Én 39. Tényleg, komolyan. Ne adjad már! Komoly. A lányom halljon meg. A lányom halljon meg. 39. De most ki vagytok? 37, jó van, húgom. Akkor 40... azért mondom. Én 44. De én halljak meg, ha tudja, hogy hány éves. Mi hazudsz? Mi hazudsz? 45 vagy, leütlek! Hát akkor ő a nővérünk. 10 évben egy dátumot mond. Legyetek szerencsések, áldjon meg az Isten benneteket, tényleg, hogy minden szépben és jóban. A nővérünket, meg téged is szép húgom. Hát akkor de most vettek bácsát. De hogy én most föl vagyok pifedve. Hát beveszem a vízhajtót, leavél 10 kiló, akkor 10 év fegyház. Tényleg imádlak, esküszöm, hogy imádlak benneteket, nem nagyon jövök én zavarba, mert már régi roka vagyok. Hát nem is de mi az, hogy... Persze, de mi az, hogy pifedve, bocsánat, mert itt új nyelveket tanulok. Mert... Szoktam kérni pifedés ellen az orvostú gyógyszer. Azt fúvódásra szokott fölírni. Föl van fújódva, pifedés. Vízes, az vízhajtó. Pifedve, nem érted?
Hát úgy értem, hogy püfedve, de püfedve még nem hallottam szóljánkot. Már még így mondják a romák, hogy püfedve. Most mit játszod magad? Nem értem. Mi játszom magam, hogy tegyem meg a címedet. Tehát ahol van püfedve. Én mindig úgy jutok, hogy én cigán vagyok. Hát most bemész az Orbánsó, halljak meg, érti? Mondjad így, hasaddal bemész, hogy úgy fő vagyok. Püfedve. Azt egy mi fúvódásra ír ki gyógyszert, hogy még fúvódják! Hát, ezt komolyan mondom, ilyen live azért ritka, nem? Hát na. Nem. Nálunk mindennapos. Hát, na. Jó, boldog család vagytok, csak hát igazából ugye rugós be kell, és most hogy szólítatok benned, mi a művész név? Mert mindenkinek van egy művész név. Aj, nekem nincsen művész nevem. Hogy szólítatlak egy emlékszem? Rózsi vagyok. Rózsi, és a testvérünket, mert ő rapper lesz. Maci! Na most Maci, tudod, hogy mit mondott rólad a hugunk? Hallottam! De mi hazudod? Hallottam, mert a szobába. Én hazudok, Zsík, hogy te csinálod. Mi hazudok? Hallod, de a nyelvedet is dugd így át! A végén lehet, hogy rokonok leszünk, megmondom, vagy rokonok vagyunk. Behugyoztam azon a live-odon az egyik haveroddal, kiadtatok ilyen állathangokat. Behugyoztam rajta. Hogy ennyi. Csinál a pulyka, meg az egész? Már elfelejtettem, drága szép nővérem, hogy Isten áldjon meg. Igen, én tudom, tehát itt írják nagyon sokan, több százan, hogy kinyírnak a csajok engem, erre én már rájöttem, hogy beívtam őket, én ezt már onnan tudtam, hogy követek nyírva. Nem menekülsz! Már mindig hinni foglak, tudod, itt már uncsi nincsen, itt már nem lehet. Csak egész nap. Köszönjük szépen. Megintjük az ajándékot a bátyának, meg a nénjének. Én a karácsúan, mely nem értök hozzá. Sziasztok. Küldjétek a Peke bátyának az ajándékot, meg a lájkokat. Meg a nénjének is. Mi nem értünk, nem tudjuk. Nem értek hozzá. Küldik a gyümölcsöt, azt nem is gyűn a házhoz a gyümölcs. Ha most túl vegyem át, akkor. Igen. Igen. Csináljunk egy ilyetet. Csináljál párbajt. Párbajt. Na gyertek, csajszik. De én boxba akarom, Én megmondom őszintén, figyelj ide, hogy nagyon elgondolkodtató ez. Láttad az ütésemet, halljak meg? Láttam. De az milyen volt? King Kong. Halljak meg, apám volt a King Kong a filmből, odafigyelj! Azt utána születtem. Drága! Jaj, de nekem is küldjetek már valami. Alejandro! Bárcsa, nyugodtan vedd ám fel a stillödet, amit szeret, szemüvegödet, nem tudom, sapkádat. Nem tudom, már így főleg nem. Tehát a Rózsival szemben sem, de a Maci itt van vége. El vagyok nyomva. Csúgya voltál! Kampboy! Mi volt a kampboy? Kampboy! Na te hogy mondod ki, mi volt a? Kampboy, ugyanúgy, ahogy ti, kampboy, menjünk oda nézni. Halljuk meg, még hasonlítottam anyám mostóapjára. Csúnya az az ember! Hát nagyon nagy, kész. Tényleg komolyan mondom, nem bírni veletek, lányok. Komolyan. Taki Gyula üdvözli Bekét. Az kicsoda? Nem tudom. Taki Gyula. Szomorodjon meg, ott van. Szomorodjon meg, ott van. Küldjetek már viccelet. Nem veszítettünk gyerekeket. Most tényleg káó leszek. De még az a jó, hogy nem beszéltünk meg semmi tétet. Így van. Milyen tét? Tényleg mi a tét?
Na? Ha már ne haragudjatok már most, ha játék közben mondjátok meg. Persze, még nincs, még van még 3 percet, na, add csak bele! De a Beke! A Beke reppel rólunk valamit, hát már mondta, ha ő győz. Azt már megbeszéltük privátban, csirigében, mindenhogyan. Ugye, vagy hogy mondják, más vödör. Vödör. Más fazék. Fazék is jó, bármi. Nem, asztal. De nem szék. Ja. Asztal, de nem szék. Ló. Ló. Hokedli, nem? Kecske. Nem, zsámolj! Kecske! Zsámolj! Behudgyozok! Jaj, lepét kaptál! Ha meghalok, te megölnek gyerekek, megjelik a gádzsik. Megjelik a gádzsik! Hát mit képzeltél? Nem tudod, hogy én vagyok a cigány Esmeralda. Csak még nem vakultam meg! Én időben észrevettem a hosszú ármán golyt. Azt megmented! Hogy hívták azt a kondást? Hát az meg a kondás volt. Hogy hívták? Adrián! Adriány, nem tudok megszólalni. Adriány! A lovász gyerek! Hoci Armán Goly, az életem miatt 39-t nem hallottam én. Hát aztán nem szép, ne? Tadjam bele a repedbe, Hoci Armán Goly-t! Beletetem. Rozi meglátta a Hoci Armán Goly-t. Rögtön a látlása élesbe ment. Milyen el igen. Vagy maradva 100 éve. Ki? Te? Hát én el sajnos. De tényleg, bátya, te hogy tudsz így reppelni így, hogy jön magától egyfolytában? Úgy születe. Mi? Hát ugyanúgy, ahogy a nénye mondja, figyelj, de magától. Ennyi. Hát nem. De ennyi. Te neked így rimmel is. Hát próbálok rimmelni. Na. Ja, beírják, hogy ki hol koronás kapott, ne? Beírják, hogy ki hol lakik, már abból is repetszik. Hát már nekem is, de én megmondom őszinte, hogy így hívom a városom, hogy Nagyszőrös. Nem Nagykőrös. Szép Nagyszőrös, senki se felejti-e. Nyertünk! Nem mi, ő nyert, mi nem, van ő vele? Sír. Ő sír. Azt hogy 2258, mi meg 1940. Hát akkor ki sírtok? Ki roveltok? Mi rovelunk? Hát még ehhez értenek, nem érted? Most ki rovel? Hát te! De most hogy nyert ő, Dikész? Hát az a legjobb! Szima lóvé, szílóvé, náj. Jó. Most repüljünk jó. Egyet, anyám. De jó, jó. Jó, ezt kicsit. Most meg, hogy repülsz, pusztulj-e, gyere ide. Halljak meg, így nem tudom, csak a szól valami a fejembe. De mindig szól a fejedbe valami zsilomoly. Most nem. Nem, Janis, most. De akkor valami irénykésed, nem? Ha valami ne irénykésed, mert akkor lesz rugós, meg a cím, Maci. Azért, hall, mondtam már neki adom a Laci faszát. Irénkét velakarja benni a Laci. Na, halálos szerelmes az Irénbe, de van mikor a Laciba. Ilyen nem beszélget. A szálljak meg a Macinek ugyanolyan a segge, mint az Iréné. Jó égnek áll. A beszélhetsz is, hogy nem jó az Iréné átúrú. Nagyon jó az Iréné. Olyan, mint a jutúrú. Azt mondja, én nem se szólal, csaló. Én nem tudok megszólalni, nyelni nem tudok. Na. Én nézem a Irénkének a valpicáját. Nézd, hogy ilyen sapokatós. Tudod, van az a nubopreni.
Vigpapiri! De kis kertben vigpapirippe! Na most repüljünk! Na! Hát igen, már most kilőttetek, amúgy na. Én nyertem, tehát kívánhatnék valamit amúgy. Na, kívánjó! Ígyunk három pohár vizet, hárman. Nem olyan, nem olyan. Nem az, nem az, figyeljetek ide. A Macinak no. Röppelnie kéne, most már én is úgy na, beszélek. Na, tessék, most röppölj, no. De mit röppölj? De adjál valami zenét! De nem kell, Maci tud, he! Rugós Beke a királyunk! Elmegyek én a királyunk! Vagy... Hey. Várjál, tudok egyet a lányomtól megkérdezem, mert de megkérdezd, azt mondja, de nem tudom. Valami két baláci gyerököt utánoz, de két éve tanulja, azt nem tudja. Most megint bemegy, megkérdezi. Ezt hallgass meg. Hogy elvittek a sítre, vagy várjál. Istenem! Nem, jó, 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 jó. Mi a jó Istenem, mit már szemben szól se a hangulat. De hát igen, el vagyok nyomva, ez ritka amúgy. Na. Nem akarunk elnyomni. Na, fedezd már föl a Macit, hagyd menjön énekölni valahova, e. Hova menne? Hát a szereteti házba vagy. Majdnem félre nyertem pusztulat, picsájú. Jó. Végem van, vége. Több jó, végzők, hogy te újra figyelj. 1500 néző van. Igen. Gyere már, meddig tanulod, úgy a jó, ahogy te mondod. De én csak én ezt tudom. Na, jó az, na, de vagyon vagány lögyék. Jobb a junior, tudik-e? Na, Güde bácsi, ne vigyen be! Harcolom kell a reppeimmel, ha bevisznek a zárkába, ha kijövök, reppelök én már ma. Nem is értettem a felétse, de jó volt a ritika. De mondom, jó volt. Nem ütselek. Jó volt. Esküszöm, hogy jó volt. Na most Maci, ha van egy szöveg, mennyi idő alatt tudod megtanulni? Sajnos figyelj! Fél mondatot nem tudod, tesó. Így pusztuljak kell, ha nem igaz. Nehogy szöveged! Mondd már, hogy odaértek kolát. Nem. Halljak meg, elmentünk fölvételőzni a gyárba, azt oda van írva a végére, hogy kert. Oda mit kell írni? Hol mit kell? Valam vagy, te is! Azt kell írni, hogy hol írod alá a szerződést. Hanyadikán. Nem hanyadikán. Elsőnek az, hogy Nagykörös vagy Kecskemét, és hanyadikán. De ki írta ezt? Kötöttél szerződést. Tudod, mit írt oda, hogy kert? Sajcik, figyeljetek ide, én úgy gondolom, hogy nagyon jók vagyunk így, szerintem nagyon jó, én jól éreztem magam. Hát mi is. Mivel
Szólj. Jó, a Duma, nem tudok megszólalni, megmondom, hogy jövök. Jövök, 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 most már! Hogy hagyd abba! Hogy hagyd abba! Igen? Hát be vagy izébe, vonalozva! Be vagy rottyóba! Hát a TV2-be! De a TV2-ben be vagyok rottozva, igen, meg akkor ott a tengelen. Akkor nem van, hogy annak nem szerepelhető. Hát levágtuk, hogy valakinek itt állígatod a mikrofont a füledbe. A viszketett a fülem teján. Ne merjél még egy szapulettől nyúlni, mert minket nem lehet bedótolni. Igen. Igen. Mit csináltak, megöltek a lányok, jól írjátok. Jövő hétre próbálunk készülni, igen, végem is lett, végem van, de akkor így mehet a live szerintem, meg a... Persze. Mi ez a verseny? De egy szíves repleljél már most nekem egyet. Hát, anyunak. Hogy készüljek fel? Na, most a Macinak, de nekem majd privátba küldd el egy teljes mást. Neked elküldök privátba teljesen mást. A Macinak. Meg csak úgy tudok rappelni, hogyha beteszem a zenét, de így duettben nem megy. Halljuk. Nem megy duettben. Halljuk. Nem megy duettben, süket geci. Hát, így is lehet mondani, de én úgy mondtam, hogy sajnos nem tudom betenni, de így is lehet mondani leegyszerűsítve. Persze, karácsony hallókészüléket kap. Mi van veled? Ne tud is kő! Én meg... Megöltek a Fabi, Fabiszti azt mondott, hogy Bluetooth! Na kér már! Hát de most nézzétek meg a fülemet, hát mi van a fülemben, figyelj, de milyen bluetooth-ok meg dugók vannak, miről beszéltek? Ne vagyok izélve. Nem jó. Valaki adja a drót. Mutassad a pólódat, hogy ott te a drót. Hol van a drót? Még levet köztetek élő adásban. Hát, föl van tetuválva izé, a szabadulási pont. Hát. Milyen szabadulási pont? Hát te vagy a Schofield, a filmben. Rajtom a nőkérnek. Most hittem rá, hogy te vagy a Schofield. De szerettem. De jó, de jó, de jó volt. De jó csávó volt. Alig vártam, hogy a vaksival kiszabaduljon. Vége. Ilyen nem voltam, hogy azt tudjátok. Tehát azért hát ennyi, ez egyedi utánozhatatlan. De ez igaz, történik. Én nálam nagyon dumás, tudod, nem kellett, mert azért látjátok, hogy mi van, de most dugót nyeltem véletlenül. Hogy legközelebb fölkészülök, most megismertelek, utána megtök, jaj, ugye? Hát tudom, hogy fölkészülsz. Higgyétek el, hogy szogodi szakopéló. Szakopáni szakopéno! A szogodi szakopéno mi? Minden lesz! Kereszt tesó! Az is jó volt, amikor betettél zenét, hogy az jaj, bable lesz! Ne, ala! Mit mondom, én meg igazából szoktam, mesztek-e már! Honnan tudod, hogy ő nem igazából csinálta? Nem, az le volt játszva! Jaj, mit mondom, Maci? Hogy izé kanyaráztam élőbe? Annyit? Három nem. Percen keresztül? Hallott, folyamatosan szólt ilyen, hogy pfff, emelgette a lábát, meg dik, eme, ama. Én ezt nem láttam. Én se láttam. Jó, van már negyen, Maci, de te sem direkt élőbe csinálod. De így oda, hagyjad már! Még este is csinálok, hogy vak live, Habiszti először kamerázom így a szemem, utána összecsukom, csak azt lássák, beteszem a paplany alá, mondom, jó estét! Sárga! Azt mondják, pusztulj el, azt meg is ijedtem! Bele tudsz elégni a segít! Na, te neked jut ilyen eszedbe, Dika! Dik, augusztus 20! Az életemben ilyen. De most már jobban foglak nézni benneteket, mikor élőben is vagytok, megköszönök.
Most de már... nem Lukátos tiltazi annyira. Odafigyelj a roma lányokra. YouTube-ra iratkozzanak fel. Hát a YouTube-omra iratkozzatok fel. Bari Rozália oficiál. És a miénkre is mondjad anyu. Niki és Macika. Iratkozzatok fel, mind a kettőnknek van YouTube csatornája, és minden nap ott live-ozunk. Na, akkor ezt megfogom, én is, én leszek az első. Hagy írjam föl, esküszöm. És bármiben tudok segíteni, mert tudod, én YouTube-ozok, hogy 5 éve. Tényleg? Nem tudtuk. És te hogy vagy fent a YouTube-on? Rugosd be kell, ugyanúgy, rugosd be kell. Na. És neked csak egy oldalad van? Kövessétek a bátyát is. Mert Rózsinak volt már nekem köv. Már volt, de muszáj voltam kilépni, mert nem egyedül vittem, azt én ezt befejeztem, most már teljes mértékben egyedül vagyok, azért van ez, hogy Bari Rozália oficiál. És mennyi követőd van? Most lesz 6000, de a másikon 22000 volt. Nekem van 25 vagy 28000 talán. Az igen. És hány évet csinálod azt? Kettő. Hát az előző nekem is úgy volt. Másfél éves volt, 22000. Hát akkor én is fogok bátya most már rappelni, hát ha én is elérem azt a szintet. Ja. Biztos vagyok benne, mert az előző repzen, amit mondtál, verhetetlen volt. Az a lényeg, ne értsék. Ne értsék. Így is, hogy nem értetted a felét. Igen. Legjobb. A nevedet adja Bari Rozália. Oficiál. Két fel, ugye? Hát igen. Én nem tudom, halljak meg, de igen, ki adja egyből? Igen, és utána tiétek, Maci? Niki és Macika. Az ennyi, Niki és Macika. Macika. Ilyen sokan néznek téged, Bekém? Engem 1200, az nem sok, ez alap. 1500 van nálunk. A YouTube-on, hogy mondod. Ja, YouTube-on? Hát ott komoly videoklipjeim vannak, ott nem frankó, éles, hogy komoly. Menjek már a klipetbe, mi van veled? Hát a Rózsi föl tud ám öltözni. Föl tudok ám öltözni, meg a rap zenébe fingani. De nem, de tényleg, tudod mennyi nézettsége lenne? Hülyesködtem, Menon. Nem hülyesség. Figyeld a... Nem hülyesség. Mondjad, igen, ma erre lesz. Kijönné az egész konyhádat. De ez nem hülyeség. Most mely mondod, hogy hülyeség? Jaj, maradj már. Nem, de tényleg, bele lehet. Most miért ne? Jó, van, mikor rokizunk, szó? Rokizunk. Azért megengedi az asszonyod az enyém is, hogy egyet rokizunk, vagy sékőjünk. Amangéli! Hát de most miért nem lehet? Megöltek. Vagy inkább mondjuk, hogy lambadázunk. Ennyi. Hát az finomabb, szó? A társastánc mindig finomabb. Finomabb a lambada. A biztos vagyok benne, figyelj, de egy rumba, egy laza rumba mehet. Meg egy szamba. Hát mi? Az is szamba is. Én nem tudok visszaszólni. Az a baj. Na. Tehát itt írják, hogy szóljál már vissza, meg kell. Nem tudok. Nagyon fajn vagy. Én már nagyon köszönöm régóta szépen. Nézlek téged. Köszönöm szépen, lányok. Most bemondom a YouTube csatornátokat, jó? Meg feliratkozok én is. Köszönjük szépen! Megkérem az én feliratkozóimat is, hogy menjenek át hozzátok. Köszönjük. És ha tetszett ez a tartalom. És akkor figyelj, de a hosszi ármángolyt meg majd elintézem, jó? Mert ezt megjegyettem. Nem várom, tesó! A világ legszebb ember a goly. Meg de... az Andrián. Egészségödre! Na, szia, drága, igen. Én bemegyek. Csókolát. Sziasztok! Én meg majd, ha nagyszőrös fele járok, akkor belájvozok. Jó, híjjál majd akkor, jó? Ma hílak. Na, híjjál, tesó. Csuma. Szia. Hát, gyerekek.